Igen. Most érkeztünk ez helyre, a versemet, énekemet mondom kedvemre. Állás szálljon ez háznak gazdájára, mi eljöttünk köszönteni Bakkusz napjára. Együttesünk mindig nagy figyelmet fordított arra, hogy az elhangzó művek szövege érthető legyen. Hiszen az igényes zeneművek legfőbb jellemzője a tartalom, a zene és a szövegegysége. Tehát érdemes mindig figyelni a szövegre, és ez a tanács érvényes a most következő két reneszánsz madrigára is. Melyek Gastoldi, száll ez a vignóta vígan, majd Vecchi, rajta hát cimborák. Megszívlerendő intelmeket hordoz e két nagyszerű mű. Néha az úr sem bánja, hogy bort iszik szolgálja. Nosza hát vigadozzunk, s üzzük el minden gondunk. Vagy akkor tán késő lesz, elfogy már a bor, és az élet. Hiszen sokszor könnyedén elmulasztjuk a jelen kínálta lehetőségeket. A két madrigálon kívül harmadiként Robert Schumann, romantikus zeneszerző csodálatos kánonját választottuk, mely a Land pendülésével
és a telt pohár csengésével köszönti a közelgő majdani ünnepet. Salvo, salvo, salvo.